nekem egészen különleges kezem van, és ez főleg az ujjaim, amik egyszerűen, amit, hogyha nem is volna benne csont, annyira hajlékonyak. Ezt azért lehet látni. És ez nagyon sok mindenben tud nekem segíteni zongorázásban, ugyanis nem tudok bemerevedni soha. Talán ez az egyik oka, miért tudok 8-9 órát gyakorolni, anélkül, hogy nyínhüveggyulladást kapjak. Egész egy-két évesen már egy kis zakó van rajtam, meg egy kis nyakkendő, illetve hát ilyen kis érdekes ing, aranyos vagyok. Apai nagypapám egy nagyon híres csellóművész volt, illetve a anyai dédapám, ő hegedű művész volt, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes, hogy aztán hogy lett ebből zongora. Illetve hát hogy lett ebből klasszikus zene, mert mindenki könnyű zenét játszik, illetve jazz zenét, és én vagyok az első, aki klasszikus zenét választott. Itt vagyunk a magyar zenei élet fellegvárában, és hát az Alma Materemben, a Zene Akadémiának a nagy termében. Az intézmény ez azon felül tényleg, hogy megtanítja a művészeket zongorázni, illetve hegedülni, illetve hangszeres képzésre megtanítják a fantasztikus tanárok, azon felül ad egyfajta erkölcsi hozzáállást a zenekultúrához. Mert aki ide belép, az tényleg érzi a súlyát annak, hogy itt Bartók Bélán át Kodály Zoltánon, Cifra Györgyön, Ferencsik Jánoson át kik léptek, kik adtak itt koncertet, kik tanítottak. Koncert után lelkileg bennem két dolog szokott lezajlódni. Nagyon jó, amikor több ezer ember állva tapsol egy koncert után, és látni az embereket, hogy boldogok, az engem is nagyon boldoggá tesz. Utána van egy érdekes érzésem, amit nagyon sokszor megtapasztaltam már, hogy kiürül a koncertterem, és akkor mindig úgy eszembe jut, hogy az előbb még itt ünnepeltek, aztán mégis a művész az egyedül marad. Ez a formája a művész életnek, tehát adni, és utána viszont egyedül maradni, hogy alkotni. A sikerért állandó lemondásokat kell tenni, és állandó kompromisszumokat kell kötni. Kevés a szabadidőm, tehát ugye fiatal ember révén nem is tudom, mikor voltam utoljára barátaimmal. Hoppá, nyertem! Egyébként van egy zenei vonatkozása is a biliárdnak, Mozart. A legtöbb művét azt biliárdozás közben komponálta, otthon volt biliárdasztala, mégpedig egy golyót megfogott és elgorított, és addig komponált, amíg vissza nem jött a golyó. És akkor megint elgorította, aztán megint írt egy hangot. Megint, és akkor így tovább. Igazából ki se lehetne hozni egyébként a kiskapu, mert ezen még fék sincsen, de itt nem az a lényeg, hogy közlekedjünk vele, csupán a trükkök bemutatása.